Hogy működik az enzimmix a gyakorlatban? Most megmutatom a mai napomon az étkezést. Reggel 6 óra, 2 van. Látni. És most eszem meg a kis reggelimet, a kedvenc reggelimet. Sörtésztába panírozott, ropogósosított tonhalat natur jégsalátával. És miután megreggeliztem, mindjárt le is küldök egy olyan decinyi enzimmixet utána, hogy lassítsa az emésztést. 11 óra 25 van, rögtön meg is mutatom. 29 már. A következő 2 órám úgy fog alakulni, hogy nem fogok tudni ebédelni, mert nem lesz rá időm. Nem vagyok még igazán éhes, és én csak akkor eszem, hogyha éhes vagyok. Ezért úgy döntöttem, hogy egy ilyen óriási banánt megeszek, hogy kitoljam azt a 2 órát. Ugyanis az enzimmixel úgy lehet fogyni, hogy az ember kevesebbet teszik. Az enzimmix az nem csinál olyat, hogy az a rengeteg kalória, amit te bevittél, azt ő valahova kicsatornázza vagy elégeti. Csak úgy lehet fogni, ha kevesebbet teszel. Eljött az ebédidő, most már egy kicsit éhes is vagyok, mutatom. 14 óra 46. És máskor azért nem szoktam ennyit várni vele. A lényeg az, hogy ezt fogom enni, 2 szelet kenyér. Van ilyen tök magos szalámi, ebből leszedek 4-4 ilyen nagyon vékonyra vágott szeletet mind a 2 kenyérre. És van ilyen sajtom, ebből egy szeletet fogok rárakni a tetejére mind a 2-nek. És mivel marad még egy szelet, nincs kizárva, hogy azt csak úgy megeszem, ha nem, 2 marad, akkor azt meghagyom. És van még nálam kimcsi, abból, amit a múltkor csináltam. Ha nem láttad azt a videót, akkor nyugodtan nézd meg, hogy hogy készül a kimcsi. És jó étvágyat kívánok! Ha belegondolsz, reggel 6-kor reggeliztem, és 11:30-kor ettem meg egy kis banánt, és most ebédelek. Szinte 9 órán keresztül bírtam azzal a kis reggelivel. Ez az enzimmixnek a titka, hogy ne eszel annyit. És ami még fontos szerintem, hogy étkezés után rögtön lenyomok egy jó nagy adag enzimmixet, mert ez lassítja az emésztést, hogy ha üres a gyomrod és nincs benne mi emészteni való, akkor mit lassít, akkor sem értelme. Eljött az este, 19 óra 2 perc. Igazán nem vagyok éhes, de már nem akarok várni a vacsorával. Nagyon egyszerű kis vacsorám lesz, egy kis vajat kenek erre a különleges, hát ez egy kenyér tészta liszt nélkül, hogyha érdekel, akkor írd meg kommentbe, és szívesen elmondom a receptet, a nejem süt ilyen kenyereket. Ebben csak magvak vannak, a ragasztóanyag pedig útifűmaghéj és csiamag. És baromi fincsi, low carb, mert nem nagyon sok szénhidrát van benne. Megpróbálom elvágni, nem tudom, sikerül-e, és akkor kenek rá egy kis vajat. És van még itt egy pici libatepertő, vagy kacsatepertő, libatepertő, és azt fogok még hozzáenni egy kevéskét. Most láttad, hogy mennyi volt az egynapi étkezésem? Ez egy átlagos nap. Igaz, hogy meleg van, lehet, hogy az ember ilyenkor kevésbé éhes. Próbáld megsatszolni, hogy ez mennyibe kerül ennyi élelmiszer. Számold ki a te mai élelmiszer költségedet, és vondd ki az enyémet a tiédből. És a maradék összeget nyugodtan levonhatod az enzimmixnek az árából. Ez az, amit az emberek nem szoktak kiszámolni. És nézd meg, hogy tulajdonképpen ez drága, vagy lehet, hogy még jobban is jársz, azon túl, hogy még fogyni is tudsz vele. Még ami nagyon fontos, vedd észre, hogy az enzimmixtől úgy lehet fogyni, hogy az ember kevesebbet teszik, mert nem éhes annyira. És nem úgy, hogy annyit zabálok, mint korábban, és az enzimmix valahol elégeti ezt, vagy kicsatornázza ezt a fölösleges bevitt kalóriát.